A fénytechnikát szerelik be a technikusok a Págisznál épülő színpadon, de mind a 13 helyszínen javában zajlik a munka, hogy augusztus 20-ára a győri barokk zenebonára minden összeálljon. A Covid miatt a nagy koncerteket ugyan törölni kellett, azonban 500 fő alatt megtarthatók a szabadtéri rendezvények. Mindenki arra számított, hogy egy nagy nyárzáró koncerttel tudunk ünnepelni felszabadultan, hogy túl vagyunk a járványon, erre nincs lehetőség. Csak én azt mondtam, hogy nem azt kell megnézni, hogy mit miért nem tudunk megcsinálni, hanem azt, hogy mit hogyan tudunk megoldani. És a másik, hogy a munkának egyetlen titka van, csinálni kell, és nézzük meg, hogy mik a feltételek. A feltételek azok, hogy egy koncertre maximum 500 nézőt lehet beengedni. Akkor azt mondtam, hogy rendezzünk 13 helyszínen koncertet olyan zenekarokkal, akik a mai zenei világban az élvonalban vannak, mégpedig sokszínű fesztivált, tehát a középkorosztálytól az idősebbekig, a fiatalokig mindenkit átölelve. Ezen a téren mindenki az ízlése szerint ki tudja választani azt, hogy ki a kedvence, mire megy el szívesen, és összesen 26 fellépő lesz, mert a másik elv az, hogy támogassuk a győri zenekarokat, akik azáltal, hogy ismertebb nevek előtt fel tudnak lépni, azáltal egy ismertséget tudnak szerezni, be tudják mutatni a művészetüket. Rock Milady is ott lesz a fellépők között, nagyon várja a rendezvényt, hiszen az együttesek már ki vannak éhezve a koncertekre. A saját dalaimat fogom eljátszani. Mindenképp bikini elé azért viszem a rockosabb dalokat, de ugyanúgy viszem a lírai dalokat, amik nagyon közel állnak a szívemhez. Új albumán dolgozik az Aurora, a már 37 éve zenélő együttes számára is fontos az augusztus 20-i koncert. Most, ahogy az 500 fős limit előjött, nekünk már az elsők közt el tudtunk menni zenélni. Az volt egy olyan nagy fellélegzés, hogy végre tudtunk emberek előtt játszani. Nem is az anyagi része volt itt a lényeges, mert szerencsére nem máró hónapra élünk, hanem maga az az érzés, amikor a palacból kiszabadul a szellem, és akkor egy kicsit fellélegeztél, és akkor megkaptad, át tudtad adni azt a szeretetet. Ez egy óriási élmény volt. A barokk zenebona augusztus 20-án csütörtökön 6 órakor kezdődik összesen 13 helyszínen. A fellépők között ott lesz többek között a Bikini, a Kis Csillag, az Intim Torna Illegál, az Aurora és a Vad Fruttik is. Bár a rendezvény ingyenes, azonban az 500 fős limit miatt online regisztrálni kell a koncertekre, amit érdemes minél előbb megtenni, mert az ingyenes jegyek gyorsan fogynak.